Szakácsmester vizsga előtti készülődés Nyíregyházán. Ők is a felnőtt képzés keretein belül tanulták ki a szakmát, számukra azonban még nem volt lehetőség hitelt felvenni. Ez hétfőtől megváltozik, a Diákhitel Központ ugyanis kiterjeszti a lehetőségeket. Jövő héttől már nem csak a felsőoktatásban tanulók, hanem a 18 és 55 év közötti felnőtt képzésben résztvevők is vehetnek fel kedvezményes kamatozású hitelt. Nagyon fontos, hogy a kormány úgy döntött, hogy szinte azonos feltételekkel kell ezeket a hiteleket nyújtanunk, mint amelyek a Diákhitelben már jól bevált termékek. Tehát itt is több termékünk lesz. Az első, az talán a legnépszerűbb lesz, az egy szabad felhasználású, ez a képzési hitel 1, amely megegyezően a Diákhitel 1-jel egy 1,99%-os kamatozású hitel, és az igénylés követően az ügyfelek számlájára utaljuk. Ez ma havonta maximum 150 ezer forintba, szemeszterenként 750 ezer forintig lehet igényelni. Hát az bizonyos, hogy ilyen kedvező kamatozás mellett hitelbiztosíték, kezes szükségessége nélkül, hitelbírálat nélkül más hitel a magyar piacon nem található. A képzési hitel másik fajtáját, a kötött felhasználású hitelt a felnőtt képzések díjára vehetik igénybe az érdeklődők, maximum 500 ezer forint erejéig. Az igénylők maguk választhatják ki a törlesztés futamidejét, 1 és 10 év között bármilyen intervallumra lehetőség van. A Diákhitel Központ úgy, mint a felsőoktatási hiteleknél, ezeket a konstrukciókat is bevonja a családtámogatási kedvezménybe. Tehát, hogyha egy családban megszületik a második gyermek, akkor az édesanyja képzési hitelének a 50%, hát ha pedig megszületik a harmadik gyermek is, akkor a teljes hiteltartozást elengedjük. Ez a Diákhitelek mind egyébként egy nagyon népszerű támogatási forma, több mint 5000 édesanyjának tudtuk már mint egy 6 milliárd forinton mértékben elengedni a Diákhiteleit, és arra számítunk, hogy mivel a képzési hiteleket átlagosan egy magasabb életkorú csoport fogja igénybe venni, itt talán még többen tudnak majd élni ezekkel a családtámogatási lehetőségekkel. Mi egyébként, és a kormány is úgy gondolja, hogy ezek a képzési hitelek nagyon nagy segítséget fognak nyújtani azoknak a honfitársainknak, akik már esetleg régóta gondolkodnak azon, hogy kilépnek és munkát váltanak, vagy egy teljesen más az álmaiknak is a tehetségnek megfelelő felnőtt képzésben vesznek részt. A Diákhitel igényléséhez nincs szükség személyes jelenlétre. A diákhitel.hu oldalon keresztül ügyfélkapus bejelentkezéssel pár perc alatt meg lehet kérni az összeget. Magyar Péter hangsúlyozta, a járványhelyzet hatalmas kereslet növekedést generált a Diákhitel Központnál, több mint 30 milliárd forintot utaltak ki 2020-ban. A legnépszerűbb konstrukció a koronavírus hatására bevezetett Diákhitel Plusz volt, a teljesen kamatmentes, szabad felhasználású, maximum 500 000 forintos hitelt azonban már csak június 30-áig kérhetik az érdeklődők.